Ellátom az én óvodámat, a vincigánt látom, mert vincigán vagyok. Nem tudom, hogy ismerik önök. Az a helyzet a cigánságnál, de ezt láttam, hogy ez egy betegség féle a cigánság körében, hogy egybe lakunk, így tanyákon. És aki ki is akar egy kicsit lépni, vagy tanulna az a gyerek, a többiek elvezetik. És a szülő nem tudja megfogni annyira. Ha ellenünk szorodva a városba, vagy a falvakba, magyar, román, cigány így vegyesen laknának, akkor gondolom, hogy tanulnának a szomszédoktól, és tudnának fejlődni. De így mondjuk 20% vagy 10% tovább akarna lépni egy kicsit, de 10 ott akar maradni, ahol van. Sőt, még nem. És az a baj, hogy visszahúzol. De miért? Hát mert... Például ezek a gyerekek is az enyémkkel jól tanultak. De ahogy nőttek... Úgy gyengült. A gyerekek, a barátok úgy... Elvezett. Én elmentem dolgozni, elmentem csobukolni ide-oda, pénzt keresni, és nem volt időm rájuk. A feleségem meg nem volt olyan... Nem vagyok olyan jó tanulat. Nem, tanult valamikor, és nem tudta őket megfogni, és hogy tovább tanítsam. Akik végeztek, azok nem mentek tovább. Most vagy anyagilag, az anyagiakért, hogy akinek volt tehetsége, nem volt lehetősége, hogy menjen, és akinek meg lehetősége van, az meg azt mondja, hogy nincs szükség már az iskolára, mert meg lehet gazdagodni pénznekül is. És ezért nem szükséges nekik az iskola. Akinek meg szükség lenne rá, és tanulna, annak meg nincs új lehetőség. Hát el kell teljen még egy pár, jó pár év, hogy a cigányság megérts azt, hogy tanulni kell. Van két gyerekem, Ütrek, 10 éves mind a kettő, két kisfiú. És a nagyon szeretném, hogy tovább tanuljanak, ha befejezték a 12 osztályt, ha akarnak, hogy tovább tanuljanak. És amennyiből lehet, akkor segítenék őt. Én is a férjem is. 3 gyerekem van, mind a 3 iskolába jár, egy 13 éves, egy 12 éves, és a legkisebbik 10 éves. Hát nagyon szegények vagyunk, hát nem dolgozunk sehol. És szeretném munkahelyet a gyerekiknek. Jó, ezért neki, hogy ne lecsenvedjenek, mi sokat szenvedtünk, írtunk, és nem dolgozunk sehol, mégse az én férjem sem, se én, úgy van, hogy én egy kis munkahely. Testvérem, a bátyám, az első cigány, tehát vagyunk itt, vagy 900-a. Első volt, aki a 81-ben végezte a 12-t. Hát akkor még hogy mondjam, kellett tanulni azért, hogy a 12 osztályt valaki megcsinálja. És neki akkor nem volt lehetőség tovább. És volt, így szeretetlen van. Hát én már nem is tudom, mit akart ő. Medicista lenni, vagy ilyesmi. Tehát akkor érettségizett? Persze, érettségizett. De nem volt beszédhibás ott, és nem ment tovább.
meg kellettem próbálni is akkoriban. Csak apám betegi esett, közben meg is halt, és lemaradt én is. Az asztalosságba folytattam. Valahogy az oktatásrendszert kéne valahogy felépíteni, az, hogy a cigányság. Ne csak az iskolában, mert van ami. Hát járni járnak, de mondom, ott nem sokat vesznek magukhoz. Hanem egy olyan külön tanítást, egy olyan külön képzést kellene valahogy megoldani. Itt lent egy épületet csinálni, és akkor itt lent valamit csinálni. Szerintem ez lenne. Én tudom, az én osztályom, én magyar osztályba jártam. Akkoriban volt egy cigány iskola, és a cigányságnak a többsége nem adta fel a gyereket. De engem a szüleim első osztálytól feladtak. Ő lent maradt, én igen, feladott a szüleim. És látszik is, akik felmentünk, hogy kicsit más tanítást kaptunk akkoriban. És voltak az osztálytársak. Ha jók voltak az osztálytársak, akkor volt ki után menjünk. Persze, ez van. Voltunk ketten cigányok az osztályba, és az osztálytársaim azok meg nagyon jók voltak. Most több mérnök van belőlük, igazgató is az egyik Kolozsváron. Vannak többen, akik felsőfokon is jutottak valamire. És ezek után az ember tudtam akkor menni. Ha itt voltak 10-es, 9-es, 10-es, én is voltam olyan 6-os, 7-es. Ami most lehet az iskolában megfelelne még többnek. De akkor én örültem, hogy ebből a közegből annyit is tudtam. Na mert volt ki után menni, de itt nincs ki után menjenek. Akkor is mondtam, hogy ez két esélyes vagy. Ha vegyesen lennének. De viszont az a baj, akkor is mondtam, hogy a cigány gyerek, ha hazudulna nincs oktatva, akkor gyengíti a magyar gyerek. A figyelem. Nem tudnak tőlük is. Gondolom azért nem lettek egy petíjú. Így meg ha külön vannak, akkor külön vannak kezelve a fejebb is, és ha látják, hogy nem akarnak hazorulnan, a tanítás nem csak, hogy feladom a leckét ott, hanem nem a tanulja hibás mindenben, hanem itt a család. Ezt kéne meg tudják a cigányok, hogy itthon hazajön az a gyerek, akkor leültetem és foglalkozok vele és tanítom. Hogy készüljön a másik napra. És ezt megoldani nem tudom, mikor lesz. Mert valamikor 90-es években a nyugatról ezek a keresztények küldtek segélyeket be. Ezzel próbálták oda vonzani az embereket. Na, ez egy szempontból jó is volt, akkoriban meg nem is. Mert volt, aki ezekhez a közösséghez akart tartozni azért, mert kapok. Igen. De aztán most már kezdenek rájönni az emberek, hogy nem tartozunk azért. Hát ez most hit kérdés, hogy ki mibe hisz. De olyan ember, én nem hiszem, hogy van, aki nem hinne egy feljebb valahol lénybe, aki teremtette ezt a világot. Hát az meg csak az Isten, mi úgy nevezzük Istennek. És akik ilyen közösségben járunk, azok lelkileg erősödünk, az életben ebben a viharos világban jobban meg tudunk erősödve lenni. Itt Isten üzenete a Bibliából, odafigyelünk, már aki odafigyel, és próbálja megcselekedni mindazt, amit Isten akar az ember életében elvégezni, és ez csak jóra vissza az ember. Láttam a család életben, addig is fogunkos az, hogy írtam, berúgtam, leszekedtem, magunkra a feleségem, meg is ütöttem, de ez nem volt mindennapos, egy hónapban lehet egyszer megtörtént, vagy egyszer sem, de aztán volt olyan lelki furdalás, és a kislány akkor nevet, nőtt, és láttam, hogy félt hozzám jönni egy hétig is, még megint meg tudtam vele barátkozni egy ilyen hibáira, egy ilyen rossz tettére, és ezeket az ember lassan elhagyja. Na de vannak az én életemben, ez nem volt mondom mindennapos, de vannak itt, akiknek mindennapos volt, és akkor
azok meg tudnak változni ezáltal.